Már zajlanak az előkészületek a vasárnapi bolgár parlamenti választásokra. Az ország több mint 6,7 millió szavazásra jogosult állampolgára közül valószínűleg sokan maradnak majd otthon, tartva a koronavírus járvány újabb erős hullámától. A közvélemény kutatók arra számítanak, hogy a fertőzések és halálozások ugrásszerű növekedése miatti aggodalmak jelentősen csökkenthetik a részvételt. Szerintem ezúttal sem fognak másképp alakulni a dolgok, mint a korábbi két szavazáson. Nagyon remélem, hogy a végül győztes formációknak sikerül eljutniuk a kormányalakításig, de véleményem szerint ez kimondottan nehéz lesz, annak ellenére is, hogy felerősödtek a populista hangok, mondja egy kutatással foglalkozó szakember. A korábbi választásokon egyetlen párt sem szerezte meg a stabil többséget. Bulgária az Európai Unió legszegényebb országa, ahol a politikai válság már a gazdaságot veszélyezteti. Az új vezetésnek emellett a világjárvány minden eddiginél súlyosabb hullámát is kezelnie kell.